2020. május 23-a van, 7 óra 30. A mai terv Balatonkör, Nagykör lett volna, de sajnálatos baleset miatt Csabiék elvitték a kulcsainkat, ezért a bicikliéink be vannak zárva a tárolóba. Úgyhogy egy másfél órás mínuszban vagyunk a csúszást illetően, de még azért lehet, hogy neki próbálkozunk, hát ha sikerül. Na, hogy aludtál, Zsolti? Ez volt ott nagy te helyed. Ez intim zóna most. Igen, látom. Fizettek is neked? Készülök. Az útra. Nem is csináltunk még bemutatót, az előbb volt a terasz. 8 főre, 4 személyes asztal. Itt egy ágy, meg itt egy ágy, és rövék nagyon összenyomták nagyon. Egész jól föl van készülve azért az apartman, az látszik, hogy azért föl van szerelve. Jimmy, minden le van engedve? Helyes. Tip-top. Gyurival ez volt a miszomány. Ilyen. Lementek elhúzható plexi ablakkal. Hát csak ez semmi pakolási lehetőség nincsen egyébként itt. Itt van egyedül egy szekrény, meg egy Jimmy, de én nem pakoltam. Itt legalább volt. Jimmy meg Pali aludtak a Dreambe. Te mit jössz itt utánam? Valamit akarsz mondani a kamerára? Mondja nyugodtan. Bebuktam, hogy megyek. Oké, mehetünk. Fregoli. WC tusoló. Boiler. Na, megyünk le, mert jön a házi bácsi, és hoz nekünk kulcsot a biciklitáról. Nem, 7 óra 43-kor már föl is vagyunk tudszolva. Figyelj, nekem ez még cipő sincsen, baszki. Most nézd meg. Gyere, baszkírozd már, megalább. Nézd meg, Zsolti új kihívása egy lábbal tekeri végig a nagykört. Aki tud, azzal is. Néha rányomsz azzal is. Meg plusz a kipufogóval. Na, hát indulás előtt gyorsan a tegnapi adatok, azt mondja, hogy 88,5 kilométer, 4 óra 42, 18-as, majdnem 19-as átlag, egy nullázás, és még szintet is majd állítok menet közben, ez a 124 nem jó. Na, hát akkor indul a Balatonnak. Na, már az első kilométereket tekerjük is Siófokon. Hát az jutott eszünkbe, hogy tulajdonképpen aradi hétvége van, úgyhogy irány Arad. Ha vírus nem törli el, akkor most lettünk volna Aradon. Illetve mentünk volna Aradra. De ilyen korán nem, mert 8 óra sincsen. Kereszt utca van, mint a fene. Ez az utca egyébként nagyon szép. Ebben az utcában van a Sun Garden Hotel. Na, itt majd valószínűleg az utca végén megyünk jobbra. És felcuppanunk a kerékpár útra. Az időjárás egyébként elég faszányos. Szelet nem nagyon érzek, éreztek? Szelet éreztek? Nem nagyon. Jó az idő. Talán az a 15 fok körül van. Jobbra megyünk. Ja. Igen. Véletlen Pécsre megy. Valaki Pécsre megy. Azt mondja Gyuri, hogy mi lesz a harmadik. Pali táskája volt az első. Úgy látom, jó az út. Ha igyekeztek, jó. Na, és már ide ki is szuppantunk itt a állomás mellé. Na, hát azért csak van szél. Na, csak van szél. Na, se baj. De itt azért jó az út, lehet haladni. Hát az időjárás felhős, néha kidugja a fejét. Egyébként este 7 órára mondtak ide újra napsütést. Annyival jó, hogy nem kell annyi ruhát hozni magunkkal, mert valószínűleg egy ruhával végig tudunk menni. Na, további jó utat magunknak, majd még bejelentjük. Vincuskának mindenképpen föl kell vegyek, jön egy vonat. Nagyon jó, szikrázik az áramszedője is. Kettő kilométernél tartunk. No, hát 8 óra, és már itt is vagyunk a Siófok Aranypart kempingnél. Balaton körút jobbra. Kemping, hát kicsit zárva van még. 2 éve innen indítottuk a túrát. Úgyhogy most innen folytatjuk.
bizonyára már sokaknak ismerős a következő hely. Erről jó formán, amikor erre járok, mindig csinálok felvételt. Itt Sástónál, Szabadisóstó, bocsánat. De Sástó az messze van, máshol van. Vincuska, ha nézed, biztos emlékszel rá, hogy itt reggeliztünk. És már a keleti oldal is nagyon jól látszik. Mi vagy meg egészen messze van, viszont át lehet látni a túlpartra. No, információ, Tihany 55. Én csak Tihanyné, én csak Tihanyba gondolkodok. Hoppá, gyors, 10-15% van, semmi gáz. Itt. Erre sosem van csinálatos. Hát nem, ez a világosi magas partra vezet. Na visz... Hú. Már 11-et mutat az óra. Csak... De nem az időben, hanem százalékban. Srácok ügyesen feltolják. Azt mondják, ők végig akarnak menni. Hú. Hát ez egy kis... szusszanó volt. Na most megállok itt a WC pumpáknál. Vincuska, emlékszel a WC pumpákra? Na, hol vannak a WC pumpák? Itt vannak. 31-32. Onnan még egy kicsikét megy tovább, de az már lájkosabb. Ah, már is kezd alakulni a kilátás. Hát itt már csak egy óvatosabban emelkedik fölfel. De már látszik, hogy megint följebb ugrottunk. Egy gyors szusszanás. Jimmy váltott egy kis ruhát. Na, nem alsó nem üt. Annyira nem volt beszaratós. De itt szépen emelkedünk tovább. 2-3%-kal jön fel. 139 méterre értünk föl, 110-ra. És ha jól tudom, hogy 150 körül van a csúcsa. De hát ez már óvatosan jön. Látod? Ott van. Ott lesz Kenese. Egész jól már látszik, túl sok. És nézd, milyen rohadt messze van már Tihany. Hogy benyúlik. És milyen messze van még? 50-es kilométerben. Ha jó a szemed, még láthatod a... mi az? Az a nagy körforgós. Óriás kerék. Hú, ja. Egyrészt muszáj azt felvenni, hogy... Phantom azt is itt teker. Ja. Ez nagyon szép ez a rész továbbra is. Tükör aszfalt, gurulunk itt egy ilyen 26-tal, néha picit belejt. Tök jó hely. Hú, már 27, itt egy picit elkezdett lejteni. 155 méter magasan vagyunk. Visszakapaszkodtunk, ilyen kis hullámvasút, ez föl-le, de csak óvatosan, nem sok szinttel. Most már beérkezünk, hát alig a magasságába lehetünk szerintem. Elkezdünk lassan tagozódni a keleti oldalra egyre jobban. Balaton Kenesét elhagytuk 9 óra múlt 10 perccel. Jövünk ezen a kiépített kerékpár úton. Egyik kedvenc helyünk a rengeteg sokból. Szerencsére együtt van a csapat, eddig minden rendben van. Zsolti elkavarod, de meglett. Hát most, hogy hála Istennek vagy a felébe, mindenki eldönti. De én az előbbinek mondom. Hopp-hopp, egy kis emelkedő is jön. Úgyhogy el is teszem a kamerát. Majd később még jelentkezünk. Szóval már keleti parton vagyunk, egyébként 25,5 km után. Tét jó az a videó, legalább látványos lesz. Hát mert... volt, nincs. Hát mindegy, tök mindegy. Meló volt. Melóban. Egy estét, békön kockával, ha van olyan. Hol is tartunk? 9 óra 18. Igen. Majd kezdhelje nekünk. Ú, tök jól jöttünk. Megijedtünk, baszki, hogy azt hittük, történt veled valami. Rátok vertem. Na, és akkor csodálkozunk a pólómon, mi? Szóval már fűzfőn vagyunk. Ennél a sornál. Egyébként meg szoktunk állni. Vincével itt vertünk tanyát a tavalyi úton. Na, figyelj, itt van egy Tihany kiírás. 33 kilométer Tihany. Jó. Akkor most egy lángos, aztán gyerünk tovább. Szóval, ahogy mondtam, már fűzfőn vagyunk. Most lesétálok a partra.
Hello. Ó, nagyon szép. Hoppá, le van szerelve a tyúzda, vagy fel van újítva. Hopp, Vincuska, figyelj! Ez nagyon neked lesz mutatva. Az a csúszda, amit tavaly ment a csúszkálódás, az itt felújítanak rajta. Vagy valamit átalakítanak. Egy a lényeg. Üdv szép ez a park. Kovrankónak teljesen igaza van, azt mondta, semmi más nem kell csinálni, csak le kell várni a füvet, és az onnantól kezdve szép. Teljesen igaz. Itt sincs semmi extra, le van vágva. Na, Nádi Rigó már mondja magáét. Hát akkor nézzük tovább a programot. Igen, igen, igen. Na, nézzünk egy víztesztet, az még nem volt. Azon kívül, hogy nedves. Hát, fene tudja. Lehet, meg lehetne próbálni a merülést, de... Nem tudom. Talán itt ezeken a... tudok menni. Remélem, nem borulok bele. Nem, jó. Igen, ez a fűzfői strandnak a része. Hát azért már jó messze vagyunk. De messze vannak már azok a épületek Siófokon. Hirtelen csak ennyit látunk. Az pedig ott már, az már Almádi Hotel. Úgyhogy már arra fogunk befordulni. Most egy kis sajtos tejfölös lángos parti. Aztán irány tovább. Úgy néz ki, hogy akkor megnyomjuk egy kicsit a reggelit most itt. 9:30 körül. Aztán egy hosszabb etapot megint szerintem Badacsonyig elzuhanunk akkor már. Hát kíváncsiak vagyunk. Igen, Balaton fűző. Nyurka már szórja. Csinálja Gyuri itt a showt. Itt a show. Gyönyörű estély, lángos. Nem is kértünk kávét, nem? Azt mondják, valami világbajnok. Kértünk, hát négy kávét. Ezt mondod, hogy levideóhozott. Hát csak, hogy a kertész gatyádat levetted. Na jól, elfordulok azért, jó? Hát de jól, rendes vagy, azt hittem, hogy befordulsz el. Most már milyen napsütésünk van. Finom volt a lángos nagyon. Rájöttünk, hogy a pult túloldalán kajáltunk mi már. Na, megyünk, át kell öltözni, mert... Na, elindultunk fűzfőből. Most már nem, hogy a keleti oldalt hagyjuk el, hanem egyenesen az északi partra fogunk érkezni. Mindjárt megérkezünk a fűzfői csücsökbe, ahol a hajótárolók vannak. Hát, ha kiadja a felvétel, akkor talán meg is örökítjük. Előttünk szép lányok tekernek. Na, itt is van, itt van a csücsök. Aha. Kihagyjuk azt a parti sétányt is egyébként. Szép az is, de talán erre rövidebb. Hát ez biztos, hogy rövidebb. Itt van az északi rész. Pont. Idő alatt érünk végig. Pont 10 óra van. 90 kilométer. Gyönyörű fűzfői öböl. Most már az északi részen vagyunk. Tiszta idő. 32,5 kilométernél járunk. Ez itt nagyon jó, hogy megújították az aszfaltot. Na, még egy kép erejéig vissza. Legalább nem rászkódik. Szép. A napocska addig sütött, amíg kajáltunk. Sajnos. De hát úgy néz ki, hogy el lehet viselni, így már rövid. Balaton-Almádiban vagyunk, és mindig tart ez a gyönyörű új kerékpárút. Ó, hát valami csoda rajta gurulni. Már 30-al szaladunk. Becsítjük a szintet. Megint 130 méter fölé jöttünk föl.
Hát itt kamerázni is élmény, meg gurulni is. És ez már itt Almádi, amit az előbb a strandról láttunk, nagy hotel. Annak most már itt a tövében hajtunk el. Itt is szép árnyas a terület, meg nagyon szép nagy park van. A víz is látszik, hogy nagyon közel van már hozzánk. Azért ez egy szép szakasz. Kár lenne tagadni. A tempónk milyen 22, 24, 25, mikor, hogy milyen lejtőt kapunk el. Ha jól tudom, akkor 20 fölötti átlaggal jövünk még. Ami azt kell mondjam, hogy a tervezetnek teljesen megfelel. Na hát akkor búcsúzunk Almáditól. És talán jön Alsóörs. Na mondjuk jó jellegtelen itt az egész, de elveszem már, hogy mégis Alsóörsön vagyunk. Hogy talán hajós kikötő van. Jó csatornaszag volt. 42,7 a kilométer. 10 óra 30. Itt egy vitorlás kidobta a hullát. Ez nem egy vadi új lesz. Vagy a fene tudja, miért van az illefóriázva. Az előbb, mikor Almádiban voltunk, akkor írtak Csabiék, hogy ők már kezd helyen voltak. Na, kezd előről a monológot, mert ez érdekes lesz most. Figyelem! Ez most érdekes. Ezt feliratozom is. Épp értem itt a kamerás emberünket, hogy olyan szépen vezeti a sort, hogy teljesen büszke vagyok rá. Ne. Csak pálinkát nem töltöttünk. A pálinkát nem töltött. Meg másra. Csak az időt. Csak az időt töltöttük. De hogy megszerveztük a reggelt utána? Jobban megszerveztük, mint a paja táska elhozatalát. Csopakot hagyjuk el. 49 kilométer. Hoppa! Utó. Kicsit fékezünk. Új, milyen lassító sikán van ide berakva. Kiadja, kiadja. Pici emelkedő is van már megint. Mert az úgy a jó. Elveszted a lendületedet, aztán meg emelkedő. 11 órakor már Füreden járunk. Vigyázz a baba. Tagóra sétány. 52 kilométer pontosan a táv. Azt számolgattuk, hogy 3 óra alatt jöttünk 50 kilométert. Hát ha azt így beosztogatjuk, akkor talán 8 óra, fél 9-re vissza is érnénk. Az mondjuk azért jó, mert az még éppen világos. De hát egy kicsit becsúszunk 9 órába is, az se baj. Kíváncsi vagyok, hogy a kötelező fotó Csöpi bácsival meg lesz-e. Csak nyugodtan. Ihagy már nagyon jól látszik. Kikötő. Ezt egész jól végig is mutatom itt ezt a sétányt. Jaj, de szép a fű. Szinte frissen vágva azért, hát csak látszik, hogy tavasz van, május van, még borzasztó harsányak, zöldek a színe. Ő meg talán az a fickó, akiről jelen Széchenyi. Mindegy. Na még egy rövisnit. Most Csöpi bácsinak csak integetünk, most nem megyünk be hozzá. Nem, azért csak integettünk. Most ha nem nézünk, megyünk. Aki tudja, ez mit jelent, az emlékszik rá. Micsoda helyek vannak itt. Füredi bazársor. Későn vettem elő a kamerát, hogy micsoda
új épületek voltak itt. Na, lassan el is hagyjuk Földvárt, és Tihany mellett meg elsuhanunk. Most nem megyünk föl Tihanyba. Na, még egy kis levendulás, pici levendula. Véget ér a Tihany túra. Csak nem mentünk föl Tihanyba. 57 kilométernél járunk. Óriási forgalom van az úton kint. De a kerékpárúton is. Felvétel a hegyről. Ott már lehet látni azt az elágazást, ahol tegnap jöttünk ki. Az úgynevezett Tihanyi belső út. Erről a szakaszról tegnap már készült videó. Úgyhogy itt most egy kicsit pihentetjük a dolgot. Már is megérkezünk a Aszófői halsütőhöz, már ott lehet látni a tábláját is. De hát sajnos nem éhes még senki. Gyuri kiadta az ukázt 2-kor, kész? Jimmy, fogtátok Jimmy-t? Mert képes lett volna levágni itt. 74,5 kilométernél vagyunk. 12 óra 20. Csapci! És... most érkezünk meg. Tegnap úgy olvastam, hogy Tordján birtok, de nagyon. Szóval itt mentünk föl tegnap a Káli medencébe, de most folytatjuk az utat lefele. Jó kis vágtázással Zánkára. Igen, lemegyünk víz közelbe teljesen. Jó kis gurulással, bár ez nem olyan erős, mint a múltkori. Hát, Révfülöphöz érkeztünk, és az előbb itt az a 14%-on jöttünk föl. Még mindig 9, most is 8. Már vissza sem tudok nézni, hogy megmutassam. Teljesen egyetértek Obronkóval. Aki azt mondta, hogy értjük mi, hogy be akarják mutatni a falut, de miért kell így szívatni a népet ilyen emelkedőkkel. Nem jön, hogy jobbra el lehet már fordulni. Mindig 5% egyébként. Csak úgy mondom. Hát igazából aggódtunk, hogy nem lesz meg a tegnapi szintmennyiség. Jó pofak is emlék még. Jó, legalább nem kell tovább menni. Na, itt a töki. Na, már fölvált, fölvált. Már csak így. Szekmely a kül. Szia. Ez kemény volt, figyelj, csak 14% volt a max. Hát oké, hogy be akarják mutatni a falut, de jönnek itt azért 60 pluszos emberek is. Nem tudtuk, hogy minket érdekel a falu. Legközelebb nem érdekel, azt mondom. Igen, és a csodálatos focipálya van itt. Aha, Balaton körút. Itt bolyongunk még mindig talán. Aha, és itt meg megyünk le. Jó, hát el kell tenni a kamerát, mert nagyon... Na, újra lekeveredtünk a kerékpárútra, ami itt az út mellett megy. 80 kilométer elhagytuk, már 81, és nem Révfülöp, hanem Balaton Szepezd volt ez a település. Úgyhogy itt javítanánk magunkat, hogy Szepezden vártunk, ahol jó szar volt az út, és most ez is itt egy javított. Szerencsére több ilyen helyet láttunk már. Hopp, hopp, hajá, mi történt? Valami pitbúj volt. A gépészet. Beültem egy ilyen másik helyre. Azt már nem kell álmosni. Mert itt
húsleves tudok enni máig húszal, illetve ilyen hosszú metélt húros tésztal ezt töltem. És házat ilyen rántott dolgokat kérdik, hogy másik helyen lehetnek a rosszára az otthon nekem, mert mindenképpen egy leveszem. Köszönöm. Na, a menet közben nagyon gyorsan megérkezett a leves is. Borjú májban volt szem hozzá. Úgyhogy, hát ez elég jól néz ki. Köszönjük szépen! Köszönjük, viszontlátásra! Na, ebbe a gombába eszek én. Bőséges kínálatok van. Na, időközben megérkezett ez a mácsik is. Hát egy ilyen jó túrós tészt, ez jól fog most esni. Bedurrantjuk, aztán pörgetjük Siófokig. Megvolt az első tesztelőfajára. Annó szuperbálnak. Egy kicsit megvan pörkölve, megvan sütve a tészta is. Ez így elég rendben van. Na, nyergelünk, 13 óra 36 perc, és még egy 40 kilométer. Húzni kell nagyon. Még van egy, hát végül is 120 kilométer van még hátra. Nem sok van már hátra. Az aktív 6 óra tekerés legalább. Tessék, itt jövünk a víz mellett. Hopp, vigyázzat, na, levágom itt erről. Pont a legszarabb helyen találkoztunk össze velük. Igen? Hát mert pont olyan szarul jöttünk ki, hogy pont a sikámba találkoznánk. Nekem a seggem semmivel sem jobb, mint fél órával ezelőtt. Fürdik valaki. Jaj. Ez biztos NDK-s. Jó strand egyébként ez itt. Na hát drága bubumaci, ebben a snitben hozzád szólok. Abraham Hillen vagyunk. És itt van bubumaci kedvenc emelkedője. Ugye, az út ott megy lent, mi meg itt szívunk az emelkedővel. Jó. Gurulások. Elrakom a kamerát, mert múlt rengeteg ilyen átkeléses flick-flak van, ezek nagyon megtörik ám azért a lendületet. De azért vettem át a kamerát. Itt most úgy látom felújított út van itt. Emlékeztek arra, hogy rá volt teljesen nőve már a fű? Nagyon. Ez most így finom. Már érkezünk lassan Badacsonyhoz. De jó. Már érezzi a bort. Amint látom előre, jó hosszan. Ez tényleg jó hosszan fel van újítva. És már látszik a Badacsonynak a koporsó kúpja. Tempó kiváló, 92 km lassan. Mindjárt odaérkezünk a Varga borászathoz. Szépen alakul már a kilátás. Hol vagyunk? Badacsony, Tomaj. Na, megtaláltuk most ezt a kerékpárutat. Ez szerintünk ez valami új kerékpárút itt. Ezt még sose láttuk, ezt a bevezetést. Vagy elmentünk mellette. De most tuti fölmegyünk a Római útra, és azon keresztül megyünk. Csabiék egyébként már beértek. Az időpont 14 óra 12. Meg kell állni megint öltözni, vetkőzni, mert most itt megint kisütött a nap, és most meg túl melegünk van. Egyébként katasztrófa, hogy ki van itt Badacsonyba írva. Hát... Na most... Én megvárlak visszafele benneteket. Semmi gond. Elbasztuk. Ott van. Gulácshegy. Ezek spröverék lesznek. Szevasztok. Nem baj, gyönyörű emelkedő van ott elő. Úgyhogy az jó lesz. Ezek az erősek.
csak legurulnak a lejtők. Jó ebédhez szól a mászás. Meg a gurulás. Ott a Szent György hegy előttünk. Mellettünk a gurulás. Előttünk a lejtés. Na legalább szép panoráma van a Badacsonyra. Már 42. 45. 7. 48. 49. Megvan az 50. Halad ez így! Badacsony tördemisztek tovább. Arra lehet nemes gulásra elmenni. Na nézd már, tökét! Nos, hát úgy néz ki, hogy 102 kilométernél vagyunk. Jövünk itt föl a szigligeti oldalam. Volt itt a macskakőtől kezdve minden. Mennyi az idő? 14.35. Hú, basszi! Most vagyunk a túra felén. Hát, akkor van még sok hátra. Itt vagyunk a golfpálya mellett. Elég el van hanyagolva, most nincsen nagyon lenyírva a fű. Ennek a közmókusokat nem beszélek. Amint látszik, megint jó magasra följöttünk. Majd legurulunk, már kezdjük is. 111 kilométernél tartunk. Kereken délután 3 óra van. Igen. Keszthely 10 kilométer, nem tudom látszódott-e. Balatongyörökön vagyunk. Nagyon szép vízpart mellett jövünk. Volt az előbb a strand is. Szép parkos rész. Fű lenyírva. Zsolti átvette egy kicsit a vezető szerepet. Már mondjuk megjegyzem, nem bántam. Három óra már elmúlt, 10 perccel. Keszthelyi Vonyarc, igen, még az sincs. Meg Jegyesdiás. Még ezek jönnek. Itt teljesen lejövünk a vízre. Hát ez meg mi az ördög szekerével jön ez a csat. Bonyarc vas hegy, ahol járunk. Bocsánat, váltani kell. És tök jó, hogy lejövünk a vízpartra teljesen. Ott van már a helikon szálló. Lent az a nagy, az már Keszthely. Sávó meg nagyon mellesik itt nekünk. Szép az a kikötő ott. Jól össze van már gyuvázva a napelem. Na, 120 kilométer, 15 óra, 25. Jenes Diás, fagylaltozó. Na kérem, ezt úgy hívják, hogy Illatos Izabella, Balaton fagyidi dőztes 2019-ben. 70% Izabella, 30% Otello szőlőből. Nagyon király, meg kell mondjam. Láttátok a fagyimat? Az igen. Illatos Izabella. No, hát gyorsan némi számadat. Keszthely 124 km. A hajunk az rendesen áll, ha bárki kérdezné is.
Itt valahol a, van a Helikon Hotel, de nem, mert is jöttünk mellette. Az idő 4 óra van. 15:58. És itt szépen megyünk végig. És utána a Fonyód 34 km már csak. Balatonberény 14. És már a déli oldalnak a adatait írják nekünk, ami nagyon jó. Hát ha majd Fonyód környékén írnak Siófokot is, és akkor tudjuk, hogy mennyi az annyi. 34 km, akkor az 158-nál leszünk Fonyódon. Ez a fajlalt, ez nagyon jót tett. Pörgeti a lábunkat. Igen, azt nézem, hogy kezd a jobb vállunkra átérni a nap. Fordulunk már be délnek. Mindjárt jövünk a Pósteleki szakaszon. Hát ez már nagyon a vége a Balatonnak itt. Ja, ott kell fölmenni. Jaj, more, ebből baj lesz. Ja, arra. És vissza a dobbantót kell megmászni. Helikon strand télen, nyáron. Nem tudom, észrevettétek-e, de most már teljesen a jobb oldalunkon van a nap. Bekukkantása Balatonra, a legvégére, vagy a legelejére, hát attól függ ki, hogy honnan nézi. És már villamosított a pálya is. Na most jó lendülettel tudunk már menni. Nem lesznek dimbek, dombok. Ezt a 24 körüli tempót tartjuk. Akkor szerintem egy 4 óra tekeréssel már otthon vagyunk. Új, tudom, nagyon nagy építkezés van. Elérkeztünk a nyugati oldal végére. Hát tudja a fene, át kell menni balra mindenképpen, igen. Balatoni körül. Következik az Vala folyó. Balaton déli partján gurulunk már. 134,5 km. Azt csapottunk ilyen bolyba. Elnézést, hogy gyújtó kaptam ilyen szőlőcukrot. Ez jó, mert Fonyódig eltart a számba. Valamikor 2010-ben járt le a szavideje. De így legalább tovább tart. Olyan mázink van, hogy a déli partra lefordulva hátszelünk lett. Úgyhogy jelen pillanatban 26-tal jövünk. Jubileumi ponthoz érkezünk. Mindjárt 150 km-nél járunk. Oké, lemegyünk? Jó, nagyon jó. Itt mi? Jó. Étterem, szálloda, Fenyves Yacht Club. Mert hogy Balaton Fenyvesen járunk. Ott, az fölveszem. Nem baj, Gyurka. Fölvetem a lányokat. A vázra. Nem, forog. Menjünk tovább. Nagyon pazar helyre érkeztünk. Lejöttünk itt Fenyvesen. Nekem nagyon megfájdult a lábam, talpam. Gondoltam, kicsit belógatom. Hát persze cipő nélkül. Hát nekem is már az ajánlottyög valami kevéske. Ennyire vagyunk már csak Fonyódtól. Mennyit írtak Fonyódra? 8-at? Azt mondja, 8. A széllel továbbra is minden rendben van. Enyhe oldal hátszerünk van. Aha, az előbb ki volt írva itt Balatonfenyvesen, ahol tekerünk. Szántód 37 km, Fonyód 6. Fonyód 6 volt, azt hiszem. Nem és? Talán 6.
Hát már, hát ha hazamegyünk egy slunggal, hát nem. Még egyszer lehet megállunk. Kicsit. De nagyon jó felújított utcákon jövünk már jó ideje. Siófok 46 km. És most nekünk van 155. Hát lehet olyan 200. Felugrunk már egyszer. Ja. Autópályán. Azt hiszem Béla telepen járunk. Mindenesetre Fonyód Liget, vagy Fonyódhoz már igen közel. Ciao. Azért valaki kamerát lát mindjárt. Ő hát. Aha, Fonyód már ki van írva. Van az egy kilátó, de úgy döntöttünk, nem megyünk fel. Igen, az egyik legszebb részen jövünk újra. Ez is ilyen kiemelt, kerékpáros tekintet. Igen, már mi is azok vagyunk, igazi csúcsok. Igazából mi is csúcsot döntünk. Ilyen gyorsan még valószínűleg nem kerültük meg egyszer se a Balaton. Az biztos, hogy én nem kerültem meg ilyen gyorsan. Kicsit emelkedik is. Ahogy van, itt 165 kilométernél Fantomas átvette a szélfogó szerepét. Most van 18 óra 6. Most érkezünk Boglárra. Olyan sok jó felújított út van, hihetetlen. Na, egy kis munkahogyi központ üdülő. Úristen, milyen embertömeg van itt. Gazdasági bejáró? Igen, de az ki van írva. 18 óra 30. Balaton lellén vagyunk. Hopp, itt már rohadtul. Hagyján, de én nem tudtam lekamerázni. Megy a túra. Igen, ott lettem. Egészségedek. Lesz vágó. Balaton szemesen járunk, és meg is ettünk rögtön egy Balaton szemest. Statiszták lelkesen integetnek a háttérben. Ja. Nagyon romantikus. Főleg, amikor leszabadtam, még olyan vihar van, hogy ez a sátor. Jaj, ezt emlékszem. Igen, mert látom, hogy jobbra, jobbra, jobbra mennek, de az nem jó. Nézd csak, Gyurka, olyan hőlégballonok vannak ott fönt. Még mindig Balaton szemes. Köszönöm, hogy zsét is kameraképe legyen. Itt van. Oda tekeri a kezem, ahol mert te vagy. Na már Földváron vagyunk. 7 óra 32, 185 kilométer. Jaj, bocs, Józsi! Jaj, bocsi! Ez egy nem finom katica volt! Igen.
milyen gyönyörű napsütések van. A szél továbbra is kedvező, ugye? De nem is nagyon mozog. Ahogy nézem a fák tetejét, nem igazán mozog semmi. Már nem sok lesz hátra. Földvári hajókiköző. Hát most az ellenfél, de van ellenfényben nem sok mindent lehet látni. Jaj, itt föl kellett volna menni. Még mindig Földvár. A platán soron. Hát elfelejtettünk fölmenni a kerékpárútra. A tempó még mindig nagyon optimális. Valószínű a jó szél miatt van. Ez megunhatatlanul szép. És a kerékpárút is tökéletesen jó. És a túlpart szerintem nem látható. De hogy milyen szép idő van. Az igen. Látszik, hogy gyönyörűen besüt a nap. Még Viktorkával is bicikliztem itt. Itt említem meg drága barátomat. Vagy mások mondják, hogy de hát nem ő volt a hibás. Már Szántódon vagyunk. Remekül haladunk. 19.44, hát kb. 12 órája indultunk el pontosan. Hát ha veled lesinteni egy-két naplementés képhez. Ajjajjaj. Ja, éppen Szántódot kezdjük elhagyni. Hú, micsoda komplexum épült. Tegnap nem sültem annyira észre. Nagyon durva, hogy Viktort idézzem. És az biztos, hogy 14 kilométeren belül vagyunk most már. Hát körülbelül az a 205 meg lesz akkor. Ha nem, megyünk még. Siófok környékén járunk már, majdnem ott vagyunk, az utca végén a Spár. Tessék csak figyelni, mutatom a kilométer órát. Mondjuk a tempónk se rossz még. És megvan a 200 kilométer. 20 óra 12. Talán már egy 4 kilométerünk van hátra és megérkezünk. Na. És a befutót megörökítjük. Hát feltétlenül az, hogy Jimmy a nyakunkba ugrik. Mi? 65 ezer kilométer. Körüli pályára megy. Na már Sió csatorna egyébként. Nem sem olyan látok időt. 20 óra 23. Ja. Na, ezek már tényleg az utolsó méterek. Ez Jimmy sikított? Nem. Jó, nézzük akkor az adatokat. 203,7 km eddig. Itt a Vizsla. És itt megjöttünk. Hol a Jimmy? Imre! Jó, hogy szóltam neki, hogy jöjjön már le. Hol vagy már, Jimmy? Ott Rádigál. Ja. Szezám pályam úr. Figyelj, úgy vártunk már téged, hogy újra lássunk. Hallod. Soha nem ürültem még neked így. Ezt hogy kell kinyitni? Nagy kapu. Kis kaput is kinyithatod. Azt megnyitom ott csak a gombot. Na nézzük akkor, 203,8. 9 óra 30 perc. Igen, hát 9.32-nél. 21,37-es átlag. És akkor ami még érdekes lehet, nézzünk egy kis szintadatot. 601 méter mászás. Nézem a fütyülődet. Ó, húzogatós. Ezt kell húzni. Jimmy-kém, hát meg... Jaj, megjöttünk baszki. Azt gratuláljak. Hát, köszi szépen. Majd én azt mondtam, hogy beülök egyből a medencébe.
Igen? Figyelj, volt egy hely, ahol megálltunk, és a lábunkat, vagy én a lábamat lógattam egyébként, de... Szóval ez jó, az ugyan sokáig. Igen. Hát egy mit is jelöljünk, miért is bejelöljünk? Feltétlenül. Na, ott a medán. Itt a medencénél? Ez beszarok, ha belemegy. Nem hideg? Összement, hopp! Figyelj csak, volt neki idő az úton. Nagy tempót csak. Na, ez az. Csinálkozom egy víz alatt. Várjál. Víz alatt. Most összakosod az. Ott a gurva. A nagyon hideg vízzel. Igen? Jézus! Na, jöttek ki? De, hogy megyek! Most már ugorjunk egy segget! Jézusom! De most abba vagyunk? Abba? Ebbe a tequila kavernában vagyunk. Tényleg. Te még visszaszaladhatsz. Elkérdezzük tőle, hogy ott lakunk, ott lakunk. Ott lakunk, elhiszed-e, elhiszed-e, vagy most menjünk el a kuponért. Én nekem annyit megyek. Hát ott ide küldtek. Ide küldtek. Gyuri, tök szuki egyébként, olyan kamera érzékeny lett itt a túr alatt. Kamera érzékeny. Hát, mint amilyen te. Te csak érzékeny vagy. Úgy látom legalábbis, most is hirtelen meséltünk. Na, azt mondja, hogy gulyásleves, cigánypecsénye, röstivel. Szóval cigánypecsénye, tehát minden. Röstivel, hát nem jobb kell, haja. Mindenkinek, és mindenkinek mit mondta út közben? Ki legyen jó cigánypecsénye, hogy megedni. Jó reggelt kívánom, május 23-a vasárnap van. Egy francot? Nem, 24 vasárnap. Csak mutatjuk, hogy milyen őrült szél van ma reggel. Tegnap este olyan 11 óra körül megérkezett ide a vihar. És hát óriási mázlink van, amellett, hogy napsütés van, hogy nem ma kell bringázni. Ilyen őrült szélbe. Majd parton lehet, ha lesétálunk, akkor ott felveszik még, hogy mi van, de biztos csapkod rendesen. Szomszéd vízlakutya figyel minket. Nem fiatal már. Na itt a szigonyos bácsik megkeltek, nem mondja, de halászok. Lejöttünk a partra. Gondoltuk, itt reggelizünk egyet, hát elfújja a joghurtot is. Azta neki! Tegnap meg olyan sima volt a víz, hogy mint a tükör. Komolyan rángatja a szél a kamerát. Hát ez a Balaton ilyet is tud. Meg úgy fújja a szél a füvet is. Na, 10 óra 35. Bringák a helyén. Egy utolsó búcsúzós videó. Búcsús nyit a szép medencéről. Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeret.